Ilyen gigászi, végsőkig kijelzett nagy csata után, ilyen drámai véghajrá döntött a bajnoki cím sorsáról az U16-os kadettnek nevezett korosztályban az atomerőmű KSC Szekszár javára az esélyesebbnek tartott fővárosi csata DS-e ellen. Miklós Melinda, a szekszárdi frontember, pongyáros, 4 másodperccel a döntő vég előtt kosarat szerzett, amire nem tudott válaszolni az ellenfél. Országos bajnok 2019-ben a Sopront, a Pécsi Akadémiát, a Diós Győrt és tulajdonképpen mindenkit, aki útjába került nagy fölénnyel legyőzve, az atomerőmű KSC Szekszárd kadett csapata. Ez a társaság, a Miklós Rences, Andi Hanna fémjelezte hármas, illetve hát most már Holc Rebeka, a fiatalabbak, mert ők fiatalabbak egy évvel, és ővelük most már 6-7 éve foglalkozom, már valakivel 6-tal, valaki később szállt be, és azóta nagyon-nagyon keményen dolgozzunk el a kezdetektől, és hát most érett be ez a munka. A csapat vezér egyéniségét, az egész torna egyik legjobb játékosát, a döntőben is 32 pontot elérő Miklós Melindát a bajnoki címről döntő utolsó kosaráról kérdeztük. Megmarad, és ezt nem fogom tudni elfelejteni. Visszagondolva, hogyha újra átélem, akkor olyan érzés, mintha így meg kellett volna rémülnöm, hogyha most kihagyom, mi lesz, meg hogyha máshogy csinálom, de akkor semmit nem éreztem, és csak úgy mentem, ahogy jött. A lányokat és a szekszárdi kosárlabdázás több mint fél évszázados történetében a 6. bajnoki címet szerző sikercsapatot Ács Rezső Szekszárd polgármestere az egyik ismert helyi étteremben pizzázásra hívta, eközben tolmácsolta a város maximális elismerését a csúcs teljesítményre.